A Paksi Rendelőintézet laboratóriumában két automata működik, egy újabb, illetve egy 10 éves. Utóbbi már nem felel meg minden téren a kor követelményeinek, ez indokolja az új kémiai laborautomata beszerzését. Ezzel az eszközzel gyakorlatilag bármelyik automatánk önmaga is képes azokat a szolgáltatásokat, méréseket elvégezni, amik szükségesek a szakrendelésekhez. Gyakorlatilag ez egy vésztartalék, de készülünk már az atomerőmű bővítésére, hiszen már előkészítési szakaszban is hamarosan itt mérnökök, jogászok fognak megjelenni, különböző irodák, családok költöznek ide várhatóan, és nem szeretnénk, hogyha a várólista megnövekedne a paksiak, illetve a környékbeliek számára. Az új laborautomata beszerzésére és szállítására a Beckmann Kolter Magyarország Kft.-vel kötött szerződést Paks önkormányzata. A megállapodás aláírásakor a felek kiemelték, hogy bár a bekerülési összeget tekintve nem nagy beruházásról van szó, a fejlesztés mégis jelentős lépés. Ez egy olyan automata, mely nagyon korszerű, költséghatékony, tehát ma a piacon fellehető legkorszerűbb technológiával rendelkezik, és ebben biztosítja és tudja segíteni a lakosság egészségügyi ellátását. Ez az önkormányzat, mind az elődjei is, nem csak arra törekszik, hogy az utak és a közterületek, amik az emberek számára láthatók, azok legyenek jó állapotban, azokat újítsa meg, hanem arra is törekszik, hogy az egészségügyi ellátást, vagy a kulturális szolgáltatásokat, vagy éppen az egész intézményrendszert egyformán fejleszte és szinten tartsa. Így az idején most ezekben a hónapokban több jóléti egészségügyi szolgáltatás fog bővülni Pakson, csak utána még a keresztutcai szociális ellátó alközpontra, ami hamarosan üzembe fog állni. 9-én fogjuk avatni az új gyógyászati központot, és most a laborautomata beszerzése is megtörtént. A kémiai laborautomata beszerzése közel 25 millió forintba kerül. A fejlesztéshez a Paksi Atomerőmű ZRT által alapított Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 15 millió forint támogatást nyújt a városnak.